Gyöngypercek a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei kórházban címmel rendezte kétnapos programot, mellyel elsősorban a betegágy mellett dolgozó kollégákat célozták meg. A nők esetében az emlődaganat és a méhnyakrák okozta halálozás vezető helyen van, pedig létezik prevenciós megoldás. Az évenkénti szűréssel és a HPV elleni védőoltással jó eséllyel megelőzhető lenne a betegség. Ezzel a felhívással a WHO-nak egy 2020-as programjához is csatlakoztak. Azt a nevet kapta, hogy 90-70-90, ugye aki esetleg a modell bizniszben járat, most tudja, hogy a manökeneknek centiméterben kifejezett ideális testalkatát jelzik ezek a számok. A WHO viszont azt a célt tűzte ki, hogy ezen centiméterek helyett százalékban kifejezi azt, hogy hogy akar megszabadulni a méhnyakráktól, mint betegségtől a világon. 2030-ra tűzték ki ezt a határidőt, kicsit lehet, hogy túl idealizált ez, és ennek a lényege az az, hogy 90%-a 15 éves korig a lányoknak kapja meg világszerte a védőoltást, 70%-a a veszélyeztetett populációnak rendszeresen járjon méhnyakrák szűrése, és ráadásul olyan tesztet is használjanak, ami nagy érzékenységgel kimutatja a kórokozónak a jelenlétét, és nyilván a másik 90%, hogy akinél bármilyen stádiumban a méhnyakráknak az állapotát megtalálták, azok kezelve legyenek legalább 90% az ilyen érintett betegeknek. Az idei program számos szakdolgozót, férfiakat és nőket egyaránt megmozgatott. Olyan sikeres volt, hogy a dolgozók 3 osztályra is kijuthatható mennyiségű karkötőt is fűztek, átadva ezzel az üzenetet, hogy van lehetőség a gyógyulásra. Az egészségfejlesztés iroda már több alkalommal szervez gyöngykarkötő fűzési akciót. Ezt a karkötőt most jelenleg a Jós András Stakkórház hematológiai osztályán, nőgyógyászati osztályán és onkoradológiai osztályán várakozó, műtétre várakozó betegeknek fűztük, illetve akik a műtét után lábadozásukat töltik a kórházi osztályokon, azzal a céllal, hogy megkapva ezt, közöljük feléjük egy rövid kis pozitív üzenettel csatolva a karkötők, hogy nincsenek egyedül, és ne adják fel. A gyöngyfűzési akció egyfajta mentális közösségi programmá alakult. Mivel a mindennapi kezelések mellett lelki támogatásra is szükség van, az egészségfejlesztési iroda munkájával karöltve a gyógyítás is hatékonyabbá válhat.